Tartsatok velem ebben az állati jó videóban. Kövessétek be a túrázót, nézzétek a kisállat lexikont itt a YouTube-on, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok, Demeter Attila vagyok, az állati jó arcok állati jó arcaival, Katával és a tesókkal. Csá, sziasztok! Köszönjük, hogy jöttetek hozzánk. Ebben a sorozatban, tudjátok, tesók, ebben azt szoktuk csinálni, hogy adunk állatot, imádom, ahogy így mozogtok, mint Joe Cocker, és ti kérdeztek az állatról, mi meg Katával majd rólatok kérdezünk. Kérdezzel te. Na, én kezdem is. Kezdjél bele. Figyelj, ez egy, lehet, hogy általános kérdés lesz, de engem az érdekel, hogy az emberek ösztönből miért félnek a kígyótól? Képzeld, hogy ösztönből nem félünk a kígyóktól, hanem ez nem születik velünk, hanem ezt magunknak csináljuk. Uh-huh. De már egész kiskorban azt vettem észre. Tehát, hogy a tévében anyuka, apuka félelmét, ugye ezt így tovább adják egyébként. Ha jól tudom, kétféle félelem születik velünk, a magasságtól és a magas hangoktól. Uh-huh. Oké, második kérdés, hogy ki az, aki ilyeneket tart otthon? Balázs, borzasztó emberek! De most komolyan, hogy mi azért már... Fura, hogy ez ami vonz téged, hogy az ilyen állatok, mert van, akik írtóznak tőle, tényleg, hogy ez... Figyelj, igazából amióta az eszemet tudom, de egyébként ne csináljuk, mint hogyha így megfélné tőlük, mert hogy mi már csomót forgattunk együtt, egyébként egy csomó tesós videó van már. De jó, igaz. Együtt, úgyhogy, sőt, az első videónkra ki emlékszik? Melyik volt az első? A legeslegelső. Kata, segíts! Hópálás. Tényleg? Amikor elástunk. Ajaj. Emlékszel? Az úgy erős kezdés volt, amikor az arcodon ment. Hát úgy őszintén, igen, azért erősen bekezdtünk ott az első körülvár. Csak nyugalom. Királyfitont azért adtam Kamillának, mert ugye ezek sosem harapnak. Soha. Nehéz közben úgy beszélgetni veled, meg kérdésekre válaszolni, hogy na, itt úszkál a kezembe. Tesók, az a kérdésem, hogy ti hárman vagytok tesók. Igen. És hogy mikor kezdtétek a videózást? Hát, hivatalosan 2014-ben született meg a tesók csatorna, ami Tóth Lajos Csabaként üzemelt. Aki az édesapátok. Igen. Szóval az 10 éve... Na, fogj egy kicsit légy, már rosszul vagyok tőle. Kamilla, rakjuk a nyakadba. Na persze, nyugodtan. Na szóval a Lajos édesapátok megcsinálta a csatornát. Nyugodtan. Tök jól néz ki. Balázs, légy szikellek szépen, de nem már rosszul vagyok. Kamilla még nincsen beavatva az ilyen videókban. Egyszer már volt. Igen. És akkor csináltuk meg a legelső videót is. És de amúgy rendszeresen kb. 7 éve nyomjuk. És mi volt az első videó, Balázs? Trombolin trükkök volt. Trombolinoztunk, hárman. Úgyhogy Kamilla volt 5 éves. Bele volt, nem tudom hány éves, én sem tudom, hogy mennyi éves voltam, mert nehéz így nagyon beszélni, miközben egy ilyen csupasz kígyó mászkál a kezembe. És milyen kígyó az? Nem tudom. Milyen kígyó? Milyen neve? Ez egy gabonasikló, egy anerisin változat, és scale lesz, azaz pikkely nélküli. Ezzel nincsen pikkely egyébként. Kamillán pedig egy banán színváltozatú királypitón van, ő afrikai. Berénél pedig egy kamu mérges kígyó, mert ő csak mérges kígyónak kamuzza magát. Aha, de miért? Különbség, hogy ezt mimikrinek hívjuk, hogy a természetben úgy érvényesül, hogy ne bántsák, hogy átveri a környezetét, a piros után fehér jön, az a mérges, és a piros fekete fehérre nem mérges. Aha. Kamilla, ne égesd, itt mindenki alatt magad. Bocsánat. Nem, egyáltalán semmi gond. Az amúgy igazából szerintem Attila engem egyáltalán nem tudná meglepni most már semmivel. Azért dolgoztunk együtt több videóban, és annyira ügyesek voltatok és bevállalósak egyébként, hogy az hihet. Ez hogy fogalmaznád meg ezt, hogy bevállalósak, vagy bevállalós vagyok? Bevállalós, tényleg mindig a Balást kínoztuk, egyszer a Kamillát. Pedét még nem is kínoztuk. Amúgy annyira még nem kínoztuk. Annyira még tényleg nem. Igen, ez lenne a következő projekt. Már Taki is túl van rajta. Lenne ötleted rá? Valamivel? Majd a videó után ezt megbeszéljük egy újra sok videókat. Összesen hány kígyó van amúgy? Hát több mint 200. Több mint 200. Kígyó van itt, és ugye a siklók ilyen rekrendszerben vannak. Ugye ez egy profi, ezt Amerikából vettük át, először néztünk, hogy úristen, milyen rossz, hogy fiókba laknak, és aztán rájöttünk, hogy ez a legjobb, a kígyók működnek, jól érzik magukat, szaporodnak, úgyhogy ez így teljesen jó. Kamilla, te akkor 5 évesen csatlakoztál a tesók videókhoz. Igen, bocsánat, úgy néz ki, hogy most már ki is fogsz lépni lassan itt. Hát és akkor 5 éves korod óta te rendszeresen te is szerepeltél. Igen. És melyik a kedvenc videótok, skacok? Melyik a kedvenc videó? Amúgy én viccem kívül a
amikor be voltam zárva a piros konténerbe. Imádtuk a katával. Gondoltam, hogy imádtátok igazából, levágó volt, hogy a szemkötőbe hallottam, hogy nevettek végig. Ez nagyon jó volt. Jó voltam, hogy igen. Én szeretem amúgy ezeket a kínzásokat, mivel minden ilyenbe benne vagy, mindenféle ilyen őrült ötletbe, úgyhogy ezért is illik egymáshoz a két image. Mert rettenetesen, és hát nem csak az, hogy illik egymáshoz, hanem hogy te meg tudsz lepni szinte akármivel, bármit. Mondom neked, hogy kéne egy majom Dél-Afrikából hozott. Na most egyébként pont beszéltük, hogy egy ilyen majmos, de ezt nem spoilerezünk, hogy lesz majd egy, de hát ezt majd meglátjuk. Semmi. Kata, és neked mi a kedvenc videód a tesóktól? Igazából nekem az összes. Az összes? Nekem az összes. Olyan nincs, nincs olyan című videónk. Ugye én is ezen gondolkodtam, van összes című videó? Nekem mondta Kata, hogy a trambolin tükkökkel lettetek ismertek végül is, hogy az volt az a videó. Hát az is volt a legelső videónk, de igen, azt sok olyan videó van, amit így nem is tudunk igazából így pontosan megmondani, hogy mi által lettünk annyira népszerűek. Ezt akartam kérdezni, hogy tanítsatok már, hogy mi a recept, hogy nekem is legyen több 600 ezer feliratkozó, ami egészen elképesztő, és gratulálok ezúttal is nektek. Köszönjük szépen. Hogy ez hihetetlen, és egyébként az a munka, amit beleraktok, meg beleraknak a srácok, az ami elképesztő. Tehát az emberek azt hiszik egyébként csak, hogy ja, a youtuber az úgy semmit nem csinál, igen. Az csak úgy van, aha, igen. Amikor a Manó valaki szintén megint ott mászkálott a kamerában, ott a Manó. A Manóval is, amikor elmegyünk és így videózunk két-három videót, azért ott olyan fáradt vagyok, hogy azt várom, hogy elájulnak. Fárasztó szakma, igen, hogyha nagyon fárasztó ki akarod maxolni. És még képzeljétek el azt, hogy Attila még ezek mellett még 200 kígyóra is odafigyel, meg mindenre odafigyel, úgyhogy szerintem Attila sokkal többet dolgozik, mint mi. Ez nem igaz. Egyébként hozzáteszem, hogy van egy Vivi, akit imádom, ő egy kis csaj, aki már segít nekem, úgyhogy most már mi is ketten nyomjuk, mert egyedül ez már tényleg egy kicsit sok. És mi a következő videó, amit majd láthatunk tőletek, vagy titkos? Hát biztos, hogy valami beefet fogunk veled indítani, biztos, hogy veszekedést fogunk veled indítani ezek után. Vedd még visszaadom meg. Jó. Oké, persze. És vagy mi? Gyere csak, nyugodtan. Egyébként srácok, tudjátok, nekem én is imádom a közös videóinkat, nagyon jó. De tudjátok, hogy mi tetszett baromira? Melyik? És mert ti is egyre magasabbra teszitek a lécet, és ezt nagyon komolyan mondom. Tehát amikor voltam, mit tudom én, a trambolinus, azért, hogyha megnézzük, kocsit vertetek szét, 24 órát az utcán, Budapesten, tehát ezek olyan brutális melók, meg annyira tök jó dolgok, és egyébként ami nagyon tetszett még, amikor kellett tutajt csinálni, hogy beüldözni a szigetre. Igen, igen. Hát az is, azt én megnéztem kétszer, Kata mutatta, és az baromi jó volt. Tehát azért az komoly, tehát azért nagyon komoly. Kell hozzá új sok kitaláció, mert nagyon egyszerűnek tűnnek amúgy ezek a videók, és igen, amikor igen, visszanézzük is, olyan, csak ilyen kisfilmszerűnek tűnik, de amúgy igazából rettenetesen nehéz megkészíteni ezeket. Kamila, nézd már, hogy nincs szörös. Nem, ugye látom, hogy szörös. Egyébként Kamila fél a kígyóktól, de már nem. Figyelj már, neked van olyan jó parfümöd. A kígyó már állt rád. Nézd már, a pólóba állászik. Egyébként igen, igyekszem. Azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen hosszú forgatás után, amikor már tényleg nagyon sokat kínlódtunk egy videóval, és pakolászunk minden a videó után, hogy jó, és akkor jön a komment, ez szar. Jó, egyébként a Növényi Norbi barátom, aki volt itt előttetek nem sokkal, ő mondta, hogy ugye van a tehetségnek egy olyan ismérve, hogy vonzza az ilyeneket, hogy adjad más, mi majom, hülye, szar, izé. Ugye az emberek imádnak ítélkezni, és valamit csinálsz jól, persze, és sok munkát teszel bele, annál ellenszenvesebb leszel. Igen, hogy hát ez szar. Egyébként van olyan, nekünk is volt olyan videó, hogy nagyon sok meló volt vele, azt mondtam, hogy ez aztán robbanás, és nem. És nem. De ezt egyébként, tényleg is mi a ti sikeretek titka, szerintetek? Mi a titka a sikerünknek? Az, hogy önmagunk vagyunk igazából, szerintem ez a legfőbb. És szerintem ott léptünk át egy nagyon-nagyon nagy mérföldköveket, amikor eljöttünk hozzád videózni. Igen. Ezek akkor jöttünk olyan, hogy nem szeretjük ezt sem. Igen. Igazán, de ezek, ez tök jó, amit mondasz, tök jó lesz. Olyan, nem csak azt, nem azért mondom, hogy jó lesz, hanem tényleg, hogy de ezek... Jó.
ezek olyan félelmek voltak, amiket így lehetetlen megtudtam, amikor Taki is eljött, és itt egy medencébe fürdött meg, a csótánytól írtózik a gyerek, és megfürdött benne, és legyőzte a félelmét, és ez miattad volt. Elvittük Benét barlangba beszorulni. Így igaz. Igen. Egyik legnagyobb félelme volt. Ez a kis maja mit alszik, vagy ez valami mit csinál? Ő nem csinál semmit, ő csak így néz, nem, és akkor meg csak úgy... Most az szóval tényleg, amikor veled videóztunk, az nem csak egy videót néztünk utólag vissza, hanem egy igazi élmény volt, amikor ezeket... Nekünk is egyébként. Egyébként úgy találkoztunk, hogy voltunk Debrecenben ilyen családi napon, és oda jött a Balázs az egyik barátjával a standunkhoz, és akkor így úgy, és hívott az édesanyjuk, hogy akkor benne vagyunk a videóban, hát nyilván, gondolkodás nélkül. Igen, ott úgy találkoztunk össze, hogy én, nekem fogalmam nem volt erről, mert én pont a haveromnak a családja mondta, hogy lépjek már oda, és vegyem már a nyakamba a kígyót, hát mondom, én biztos, hogy nem merem ezt megcsinálni. Utána oda léptem, és a legnagyobbat kiválasztották nekem, nyilvánvalóan az elsőnek. Az egy nagy bol volt. És igen, azóta már 10-szer volt a nyakadban. Azóta már 10-szer volt a nyakamban, és úgy ismerkedtünk meg Attilával. Hát, durva volt. És tényleg beszéltük, több mint 600 000 feliratkozótuk van. Hány videó van a Tesók csatornán? Most ezt így meg nem mondom. 200? Tudod, válaszolj már légy a kérdésre. Én szerintem körülbelül ilyen 550 videó lehet kb. Igen, és az csak egy csatornán, a többen is van sok. Többen is van. Jaj, persze, nem csak a Tesók csatorna van, hanem mindenkinek van külön csatornán. Igen. Tényleg, miért indultak el külön YouTube csatornák mindenkinek? Kamilla? Nem bírom Attilával, hogy szenvedünk állandóan, meg sírunk, attól meg fújj kamerába, így imádom. De azért annyira nem szenvednek, higgyétek, egy kicsit csak. És miért, ahol azt én is, mert nagyon meleg van, mert ahol tartom az átokat, itt azért... Tényleg, ez miért kell hozzá? Azért kell, hogy ilyen meleg legyen, mert ugye ezek hüllők, és a hüllők változó testhőmérsékletűek, annyi fokosak, ahány fok van tulajdonképpen, és az, hogy például most itt kijött egy csomó kaka a háttérben, két nap, vagy három nap alatt, kicsit elszámoltam magam, azt hiszem csak holnap, de mivel meleg van, gyorsabban nem isztenek, neki kell a hőmérséklet gyakorlatilag, a hidegbe megfázhatnak a trópusiak, illetve aki mérsékelt égővi, az mondjuk belassul, nem eszik, visszahányhat, tehát ez nagyon fontos, hogy meleg legyen. Vannak, akik annyira nem kedvelik a meleget, hogy mondjuk a patkány, nem a patkánysikló, hanem a amúrsikló, meg ezek, ők mindig lejjebb vannak, hogy ott hűvösebb van, és mindig magasabban vannak, akik a meleget jobban szeretik. De ezért kell. Ezt én sem szeretem, amikor jövök dolgozni, akkor rövidgatja póló. Tényleg? Persze. Télen is, ott van kint a munkásruhám. Itt mindig átöltözök, legkönnyebb edzőcipő és kétszer pólócsere. Hát ez biztos, hogy 100%-ig biztos vagyok abban, hogy te nem mutatkozol itt egyetlen egy nap se. Ezek eléggé érdekes állatok. Balázs, az a helyzet, hogy minden szabadidőm, ami van, azt itt töltöm. Mindig. Ugye az, hogy az állatbemutatók mellett, amiket tartok országszerte, mellett azért a kígyótenyésztés, meg gekkó, meg mindent, tehát azért az is ez tök jó. És az is sok meló. Tehát lesz egyébként, eljöttök, csak egy videót lehet, hogy mondjuk kis kígyó pucolás, vagy valami lesz, hogy 500 kis kígyó. És neked melyik a kedvenc állatod? Így az összes közül. Ez egy nagyon jó kérdés, mert van itt 1000, minden kajakra már rendesen trópusi vihar lesz itt bent. Hát az a helyzet, hogy igen, az idő is egy kicsit trópusi. Otthon blöki a kedvenc. Egyébként a két csivava a kedvenc. Tehát azokat a Csekő Károly és a Bikali Mónika, őket nagyon-nagyon szeretem. Így hívják őket. Csekő Karcsi és Mónika. Akkor az exotikus állatokból még. Igen. Nyilván, ahogy a kígyókat szeretem a legjobban, és azon, hát a mérges kígyókat nagyon, az képzitek el mostadomban az engedélykérelmet, úgyhogy lesz mérges kígyom, nagyon valószínű. Tényleg. Igen, meg... De az hogy? Hát úgy, hogy majd erről lesz egy videónk, hogy kell engedélyt szerezni. Lesz bozótviper, a reményem szerint disznórusikló és krokodil, úgyhogy majd jöhettek krokodilozni is. Aha. Lesz kroki, és... Tehát ez még csak a kezdet, akkor maradjuk annyiban. Hát most már... Annyira nagyon sokat nem akarok, de azért meg akkor van még egy pár faj, amit azért úgy jövünk majd két év múlva, majd egy jeges medve lesz is. Azért annak melege lenne, jeges medvének. Melege lenne. De egyébként nagy, tehát azért ez nem kicsi hely, hanem egy normál lakás, egy családnak, és ezt is kinőttem, tehát így hát ott igen. Melyik a kedvencem? Csomó kedvenc kígyó van, vagy 5 faj. Nekem lenne egy olyan-nagyon
olyan kérdés, ami már szerintem minden alkalommal megfogalmazódik benne, amikor találkozunk, hogy van-e bármilyen érdekes, ilyen nagyon vagy félelmetes sztori ezekkel az állatokkal kapcsolatban, hogy megjöttél és esetleg ki volt borulva valami, vagy bármi. Ja, persze, például most is ott van a Manó mögött, a kamera mögött egy ajtó, az tegnap előtt Vivi ott ült a földön, és kedden etettünk, és az etetés után mindig van egy napló, amiben beírjuk, hogy ki mit evett, mennyit, stb. És ott ülök, Vivi háttal ült, és láttam, hogy a boa így feszeng, és így kitört az üveget darabokra. Jó, hogy itt voltunk, ugyanis volt már ilyen, hogy törte ki boa az üveget. Kijött a kígyó, és összeborogatott mindent, akkor volt egyszer kora a kobra megharapott, de csak szárazmarás volt, egyszer kobra pofán köpött, illetve kígyó harapás, az több száz volt, az nem is kérdés. Az kemény. Egyébként ő Katának a kígyója. Igaz? Tényleg? Igen. Hisztika a neve, mert hogy kopasz. Lehet, hogy most már az enyém, mert nagyon-nagyon szeretem. Hisztika a neve, mert hogy kopasz. Ugye milyen furcsa, hogy nincs rajta pikkely? De miért? Mert ez a scale lesz, az ugye pikkely nélküli, de úgy is hívjuk, hogy scale lesz. Gabonasikló, van egyébként több fajból pikkely nélküli, például királypitomból is. Nyilván ez nem normális, tehát azért ez egy kicsit gáz, így az ember, ez olyan, de francia buldog nekem. De beleestem, és azt mondom, nem kell, aztán de. Tehát ez mindig kell. Úgyhogy ennyi. És nektek melyik volt a kedvenc állatotok, amikor forgattunk? Figyelj, én amúgy igazából, hogyha tőlem kezdjük, akkor innen, jó? Balázs, ezt akart... Egyszerűbben tudom válaszolni rá. Nekem amúgy a madárpók amúgy az. Az első videónál, amikor ráraktad az arcomra, akkor nem hittem volna, hogy ez ennyire durva lesz, akkor szúrt is meg minden, de amúgy már többszöri alkalommal úgy megbarátkoztam vele. És egyáltalán nincsen vele semmi baj. Tényleg. Olyan félelmet kerítettem a fejembe köré, hogy be vagyok tőle szarva, meg hogy nagyon-nagyon félelmetes, hogy mi lesz, ha megharap, mi lesz, de abszolút egy barátságos amúgy. Kamilla, neked melyik volt? Mert téged is kínosztunk a dobozra. Sőt, élőben is kínosztunk közönségtalálkozón. Igen, igazából amúgy, nekem is a pók, azért, mert akkor le tudtam győzni a félelmet egy kicsit a pókok iránt, mert nagyon félek tőlük, nyilván mindentől. Mindentől. Nekem az amúgy. De ez tök jó, hogy ezt mondjátok be, de neked? Nekem... Mert igaz, hogy téged nem kínosztunk, igen. De te is mindent megfogtál. Igen, viszont elég érdekes amúgy, nekem a kaméleon, ez egy nagyon érdekes állat amúgy. Mondhatnám, ami durvábbat is, vagy mit tudom én, izé... Miért mondtam volna, hogy durva? Vadkígyó vagy valami? Miért? A kaméleon az olyan aranyos, mint én. Érdekes, hogy tudja váltani a színeit a környezetéhez. És miért váltja a színét? Hát, hogy belolvadjon a környezetbe esetleg. Mindenki elsziszi, de nem, hanem így kommunikál. Így kommunikál? Így dumálnak a kaméleonok. Azt mondja, hogyha piros az, akkor dühös? Vagy... Egyébként igen, tehát hogyha... Hogyha kék, akkor szomorú vagy? Saját kaméleonodat azt megismered, hogy van egy alapszíne, egyébként van piros kaméleon is, aki rózsaszintől mondjuk bordóig, meg azért vannak benne még színes csíkok. Ők így dumálnak. Tényleg? A lányok más színük van, ha terhes vagy, ha nem terhes. A fiú, hogyha ideges, ha fázik, ha melege van, ha éhes. Beszarok. Ezt nem tudtam. Én csak azt hittem, hogy ez csak így random csinálja. Hát mindenki azt hittem, hogy emberek jó képet. Azt hittem, hogy az emberek jó képet akarok csinálni róla, azt ennyi. És mit akartok még tudni esetleg ezekről az állatokról? Tényleg, Kata, hogy a bederács hozta? Hát nagyon akaratos volt. Én már nem bírtam. Én annyit akarok megtudni, egyszerűen nem fér el a fejembe, hogy ez hogy működik, hogy ha van egy kígyó ilyen hosszú, akkor az hogy tud előre menni? Hogy tud haladni? Hogy csúszkál a kezembe? Mert hogyha... Tehát, hogy... A kígyó két módon mozognak. Ez itt, ugye nem fognak így össze... Nem fognak. Felekedni. Nem, nincs bif. A kígyó ugye az egész testét, most ezt érzitek. Igen. És vagy a testizmával mozog, testének az izmaival, és ugye ez a mozgás, vagy úgy, hogy például a nagyobb testű viperáknál csak a hasi pikkelyek, mint a kis lábak lennének, mint egy hernyó. Például a puffogó viper, ami úgy megy, mint egy hernyó, így tök egyenesen a földön, de egyébként a testi izom erejükkel, ugye nekik nincs kezük, lábuk, volt, ugye az evolúcióban... Szerintem lefogásról a vészes, Attila. Nem fog, tök jó vagy, nem fog. Igen, az evolúcióban ugye visszafejlődött. Egyébként a királypiton ez egy nagyon ősi kígyó, ha már itt tartunk, ugye óriás kígyó, és az óriás kígyókat, ha megröngenezzük, akkor még a medence csontmaradéka megvan. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy volt lábuk, és tényleg volt lábuk, sőt a királypitonoknak itt a kloákájánál van ilyen kis karom, amit sarkantyúnak hívunk, fiúnak nagyobb, lánynak kisebb, az a láb maradéka. És sokkal jobb volt nekik így, hogy elhagyták a végtagjaikat, és hogy azzal így mozogjanak, így is vadásznak. És egyébként minden kígyónak van foga, kivéve a tojáselő kígyó, mert ők a pici hátrahajló fogaikkal
kapják el a zsákmány. De egyébként egy pillanatra kijövök most a képből, mutatok valamit. Csak ezt akkor odaadnám, hogy... Ez egy boa. Ez egy boának a koponyája. Egy kb. Akkora boa, mint az albino, az a sárga, tehát nem is olyan nagy. Nézd meg, fogd meg benne nyugodtan. És nézzétek meg, hogy hátrahajló fogak, és fölül négy sorban vannak fogaik. Minden kígyónak egyébként, azért, hogy az áldozatot ugye beléptessék. És akkor az tök jó, amikor megharap ez a boa, és akkor tök jó. Belét törik a fogak vége, és ilyen izé lesz. Ez ilyen... biztos nem fogás rólam? Ezt tudom, nem, de segítek, Kamilla. Ő egy banán színváltozatú piton, ugye nem néz rájönni mély banán. Ő egy kifejlett fiú egyébként, nagyobbra is nőnek, de ő nagyon remélem, hogy ő már párzott is, úgy remélem, hogy lesznek gyerekek. Nagyon érdekes, mert a gyerekek fele legalább ilyen banán lesz. És még pár kérdés azért van, hogy meddig tervezitek ti ezt a tesók csatornát? Mert ugye a PAM kutyáiknál is volt, hogy PAM kutya, ugye szemüveg, aztán ott is volt egy ilyen váltás, és aztán más lett a profil. Meddig lesz tesók? Hát figyelj, nekünk is az a következő lépés majd, hogy mi nem a szemüveget fogjuk majd levenni, hanem az alsógatyákat, meg ilyenek. Azt reveal-eljük, és akkor onnantól kezdve mindenki leiratkozik szerintem. Úgyhogy onnantól downgrade tesók, de amúgy így komolyra fordítva a szót, igazából nincs annyira tervezve még, ez így jön még úgymond ösztönből nekünk, még amúgy mindig csináljuk. Igen, ez még így igazából az, hogy stílust váltunk, az sose volt tudatos, hanem mindig csak észrevettük, hogy igazából teljesen más videót csinálunk, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. Tudjátok azt, hogy a Salvador Dali, hogy minden alakít rajtam, de semmi se változtat meg. És ez így van jól, hogy az ember mindig alakul a behatásokra mindenre. Én is azért is szeretlek titeket, meg jó veletek dolgozni, meg szerintem tök jó, amit csináltok, mivel ti tényleg pont ilyenek vagytok. Ez életben is, mint a videóban. Pont olyanok. De tényleg, tehát, hogy... És ez tök jó. És de ez tényleg így van, mert szerintem, hogyha lenne ilyen kamu, meg ilyen, tudod, ilyen filterek, akkor azt egyből vágnák a nézők. Tényleg. Persze. És a nézők közül ugye titeket, ugye bevagytok ti is katujázva, hogy jó, titeket a gyerekek néznek. De hát ez nem igaz, mert én is nézlek titeket, de komolyan, meg hogy ilyen 20 évesek is néznek. Persze, megosztó amúgy egyébként, nagyon. Megosztóak vagytok? Hát igen, de az is... Nagyon szeret téged. Ki? Ja, persze, hát szerinted az apját. Sok idősebb nézőnk is van, sok fiatalabb is, csak a közönség találkozókra, a rendezvényekre, oda a kisebb nézők jönnek el, de amikor elmegyünk bárhova, elmegyünk szórakozó helyre, akkor se tudunk nagyon mozdulni igazából, szóval eléggé széles a nézői kör. Mennyire ismernek fel titeket az utcán? Ti hajdúszoboszlóiak vagytok, gondolom, hogy mindenki ismer titeket. Hát ott mindenki ismer, igazából. És feljöttök Pestre, mert elég sokat vagytok. Gyógyfürdőbe induló néniken kívül azért sokan felé minket. Hát igen. És Pesten? Ott is, nem? Mindenhol igazából. Persze. És ez mindenhol. Jó, és kisfű vagy öcsém. Hát lekerültem, de nagyon szép férfi. Egyébként ugye Kamilla volt 5 éves, amikor ezt kezdtétek. Mm. Ti voltatok 12? Kb. Körülbelül, igen. És hogy kezdve? Mert tényleg nem várt, tök egyszerű emberek vagytok, imádok. Tehát, hogy nincs bennetek ez a sztáralűr. Tehát erre ezzel csak azt akarom mondani, hogy kezeltétek ezt a nagy sikert, mert azért baldi nagy siker. Hát igazából szerintem úgy, hogy amúgy ugye gyerekként belekerültünk, és nagyon fiatalként, és igazából így nőttünk fel, és ezáltal nem úgy van nekünk, hogy hú, akkor én most úgymond híres, népszerű vagyok, hanem hogy igazából ez mindig is így volt, és ezért tudunk ugyanazok maradni, mert nem az volt, hogy hirtelen jött az egész dolog. Tehát felnőttetek vele. Igen, meg nem úgy lettünk nevelve, hogy ez... hogy bármilyen még a kezükbe van rakva, akkor az autóan az itt, képért legyünk. Bocsánat, ez nagyon fontos, és meg is akartam említeni, és mindenképpen. Az, hogy ti tesók vagytok, és ide jutottatok, eleve kaptatok két csodálatos embertől életet, Lalitól és Betitől, az anyukátoktól, és ők mindenben támogatnak titeket. Igen. Ekkora korotok óta ti azt akartátok, és azt mondták, hogy akkor legyen. Igen, volt. És csináljátok, igen. És a mai napi most is itt vannak egyébként, majd közös fotóra úgyis felhívom őket. Tehát, hogy ők is kellenek ahhoz, hogy ez így legyen. Igen. Persze, ez egyértelműen. Sőt, nélkülök szerintem nem is jutottunk volna sehol. Biztos vagyok benne egyébként. És
mikor lett ez éles, hogy akkor ti most youtuberek vagytok, ebből éltek, igaz? Amúgy ez nem, is tudom, nem is volt olyan pont, amikor ebből így. Nem, úgyhogy ha így visszaemlékszem, akkor körülbelül én, akkor érettségiztem én, amikor már itt tényleg munka volt az egész dolog, mert emlékszem végzősként nekem egyéni tantervem volt, szóval az volt, hogy igen, nem írhattak meg, nem feleltethettek meg a tanárok, hanem írtam egy hónapban egyszer egy dolgozatot, és ez azért volt, mert hogy nagyon elfoglalt voltam az iskolán kívül is, és ezáltal így... Milyen jó fejek voltak a suliba? Hát jó fejek voltak, igen, az igazgatónő az támogatott minket. Elengedett mindenféle hülyeséget videózott, például eltemessenek félig a fejemre, gyerekek. Igen. A fejemre rakjanak sok vízi állatot. Igen, azt mondtuk, hogy ilyen edukációs céllal készül a videó. Igen. Bocs, igazgatónő, most már elmúlt, már elévültek. Igen. És tehát akkor nem úgy volt ez a népszerűsítek, csináltátok, és akkor jöttek a feliratkozók, jöttek, és akkor nem az van, hogy csoda történik, és egyszer csak hétfőről kedre robbanás, hanem baromi sok meló, kitartás, igen, következetesen csinálni, és akkor ez szépen lassan jöttek. Igen. Mikor értétek el a 100 000-et? Bocsánat, feliratkozóban. Ilyen 2018 körülbelül akkor. Azta! Igen. És akkor, tehát mint 5 év alatt, akkor lett még 500 000. Igen. Hát ez egészen elképesztő. Hát hogy kb. Minden évben plusz 100 000 volt. 100 000. Úgy olyan jó lenne, hogy nézem az én YouTube-nak a csatorna kezelőt, és akkor tudod, egy nap 5-6, tudod, ez is tök jó egyébként, igen, és köszi nektek, de olyan jó lehet nézni, tudod, hogy így pörögnek a szálok. Igen, de minden apró lépés számít, meg mindent meg kell becsülni, tehát hogyha most... Hát még igazából mi azért voltunk úgymond kitartóak, mert igazából nem volt ez tudatos dolog, ez a kitartás, hanem minden egyes pontnak és minden egyes mérföldkőnek nagyon-nagyon örültünk, és nagyon nagy sikerként éltük meg, és nem úgy, hogy még mennyi idő lesz még, aha, hogy ezt elérjük, hanem mi nagyon megelégedtünk azzal, ami van éppen, de szeretnénk többet is elérni, és ez volt a lényege. Hát egyébként az életben is így kell, hogy ami van, az egy csoda, és köszönjük az Istennek, megköszönjük, és amit kapunk, az tök jó, de ami van, az úgy tökéletes. Igen. Volt olyan nektek egyébként, hogy azt mondtátok, hogy hát elég volt, nem csinálom. Elment a kedvetek? Volt olyan? Hát nem elment a kedvünk, hanem ilyen alkotói válság inkább, ami úgy sorokba szorított minket legtöbbször, és nem tudtuk, hogy mi a következő lépés. Én úgy így, de feladni az úgy sosem járhat a fejünkbe. Győzi, mindig feladni soha. Igen, az. De ez tényleg. Persze. Tényleg. Olyan, hogy abba hagyjuk, ilyen nem sokszor járt a fejünkbe, de mondjuk olyan, hogy fú, hát mostanában nem nagyon lesz semmi, olyan már igen, szóval, hogy olyan már volt. De nagyon termékenyek vagytok, szoktam nézni, hogy mindig jönnek a vidik, tehát azért mennyi vidit csináltok egy hónapban most? Hát most például ezen a héten 3 videó fog leforogni, és de van olyan, amikor egy hétig semmi, szóval ez is nagyon változatos tud lenni, de egy hónapban leforog körülbelül ilyen 7 videó, vagy 6-7 videó kb. Kamila nem vagy nagyon beszédes. Ezt akartam mondani, Kamila, mondd már valamit. Kamila, hát nem nagyon beszéltél, csak így futott mellett a végül. Nagyon be vagyok feszülve, és neked hogy jött ez a kisállat lexikon? Kisállat lexikon az úgy jött, képzeljétek el, hogy... Kisállat lexikon úgy jött, hogy... ugye bemutatózni, már nagyon régóta bemutatózok állatokról, dumálok. Van vagy? Dumálok az állatokról, és akkor Facebookon elkezdtem így élőzni, meg ilyenek, és akkor láttam, hogy volt itt 20 néző, utána már 30, és akkor ez így, láttam, hogy ez az embereket érdekli, nem tudom mennyire érdekli őket, ez a kisállat lexikon, de azt pont azért, hogy segítsek, hogy kell tartani ezt, hogy kell tartani azt. Természetesen itt is vannak olyanok, akik sosem voltak itt nálam, és akkor mondják, hogy milyen rosszul tartom az állatokat, mérgesház, illetve hogy a Bárdosival én hóba vittem ki kígyót, tehát ez mind baromság, ugye, én sokkal idézőjelben kisebb vagyok, mint ti, de hát azért én is kapom ezeket a rossz indulatú is. Persze, rettenetes irigy dolgokat. De hát ezzel szerintem ez így tök jó, és köszönöm ezúttal is a irigyeimnek is, hogy néznek, és rajongóim. Úgyhogy úgy jött, hogy igazából én is ezt csinálom, ugye ez egy hobbi, egy nagyon nagy szerelem, és ez az állati jó arcokban meg szeretném. Az ilyen tök jó fejembereket, mint ti, megismertetni, hogy az állatokhoz való viszonya, illetve, hogy nem is tudom, volt-e veletek már ilyen beszélgetés, hogy
ilyen riportszerű, hogy ilyeneket kérdeztek, és hogy pont az, hogy voltunk, kezdjétek el a Burai Krisztiánnál, akitől egy csomó mindent megtudtunk, hogy hogy került Pestre, nem volt olódia. Tehát ugye azt én nem érzem, hogy az emberi oldalt megismerünk. Nem csak az, hogy emberi oldalt, hanem ez például arra is jó, hogy két külön oldalt egymáshoz... Pontosan. Tehát a... Így van. Ellentétek vonzák egymást, és ez pontosan az, hogy nekünk semmi közünk a kígyókhoz például. Hát de ezt azért már nem mondanám. Azért nem, igen, azért nem mondanám, de... Azért elég sokat kígyók. Hogy kérdezel tőlünk ilyeneket, és közben meg... Ez a lényege, hogy kicsit itt tekeregjél. Hát srácok és kisasszony. És Kata. Köszönjük a... Kata kérdezi valamit. A képe becsárval utána, jó? Mindent megkérdeztünk. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Mi köszönjük. Köszönjük, és mindig a segítségünkre vagy. Ez így is marad örökké, amiben csak tudok. Egyébként közönségtalálkozón is szoktunk felbukkalni tesóékkal, úgyhogy gyertek. Úgyhogy gyertek, mindenféle. Mindig képen. Nézzétek, mert mindig van egyébként tesó közönségtalálkozó. Én iszonyat jól éreztem magam. Annyira jó sót nyomtatok Fehérgyarmaton, hogy tényleg, és ez nem ilyen kötelező protokoll, de annyira jót nyomtatok, hogy elképesztő volt. Köszönjük nektek, hogy itt voltatok. Annyit kérnék még, hogy majd van az emlékkönyvünk, hogy ebbe írjatok majd, légy szíves. Rajzolni lehet. Amit akartok. Mindent szabad, tehát mindent szabad, semmi se kötelező. Úgyhogy az emlékkönyvünkbe írjatok, és... És figyeljétek majd a tesó csatornát is, mert valószínűleg, hogy Attiláig fel fognak bukkanni a... Lehet. Valószínű. Iratkozzatok fel a Tesók csatornára, és a Kísérletek Szikorra mindenképpen. Tesókat kövessétek be. Tesók! Ezt beírjátok, Insta, Facebook, TikTok, amit el tudok kézni, kiad. Mi pedig Túrázó néven vagyunk. Úgyhogy köszönjük nektek, hogy itt voltatok. Köszönjük. Remélem, szépen. Jól éreztétek magatok. Nagyon jól éreztem. Én is mindig. Nem is azt mondtam, hogy jól éreztem magam. Nem azt, hogy jól éreztem magam, hanem hogy ilyen kellemetlenül jól éreztem magam. Ezek közben mászott, de így még nem kérdeztek tőlem sosem. Ez volt a cél. Ez egy új fajta élmény volt. Ez volt a cél, pont ezért találtuk ezt ki Manóval. Igen, hogy... már az ember őszintén stressz helyzetben. Így igaz. Én is így gondolom, úgyhogy köszönjük neked, Kamilla, te is ügyes volt, azt tudnotok-e, Kamilla még nem fogott meg kígyót. Kata üldözi vele két éve, hogy fog meg. Állandóan a Kamilla gyorsabb, mint a Kata. Kamilla mindig gyorsabb, mint a Kata. Úgyhogy köszi, hogy itt voltál, Csajci, neked is. Megint a kínzás, köszönöm szépen. Ez nem volt kínzás, ez jó volt. A YouTube-on nézzétek meg a tesóknak azt, amikor a Kamillát kínózzuk, azt mindenképpen. Persze. Nektek köszi a figyelmet, iratkozzatok fel, kövessetek, sziasztok! Csá! Csá!